Sziasztok, Kömke vagyok. Egy panellakást voltam megnézni a Budapesten. 1 milliós négyzetméter árral. De jó lenne nem lezúzni az autót. Hirdetés az nagyon kecsegtető volt. Felújított az épület, illetve hát a lakás. Tök jó benne minden. A hölgynek átküldtem a Mit kell nézni egy lakásvásárlásnál című cikkemet. Uha. Hát majdnem sikerült beragadnom a lehajtóba. Szóval átküldtem a hölgynek a Mit kell nézni egy lakásvásárlásnál című cikkemet, és ő ez alapján nagyon korrekten meg karakánon elkezdett nyomozgatni. Átküldte a hirdetőnek, tehát a jelenlegi tulajdonosnak, illetve a közös képviselőnek a kérdéseket, ami a villanyórára vonatkozott, a fűtési rendszerre vonatkozott és egyebekre, akit érdekel, az olvassa el. És ezeket gyakorlatilag mindet kinyomozta előre, és átküldte a dolgokat. Volt, amit nem volt egyértelmű, mert rákérdeztem, legfontosabb kérdés egy lakásvásárlásnál, hogy van-e saját kéménye a lakásnak. Közös képviselő válaszában az szerepelt, hogy nincsen, gyűjtőkémény van, ami egy földszintű lakásnál rettenetes nagy probléma, hiszen ha fűtést korszerűsítünk, akkor vagy az van, hogy mindenki fölöttünk abban a gyűjtőkéményben is korszerűsít egyszerre, vagy nem lehet akkor fűtést korszerűsíteni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy vörös posztó volt, hogy mi a helyzet a fűtésünkkel, mert hogy azt írták, hogy gázcirkó van, amiből az sütött ki, hogy ez egy nyílt égésterű turbos készülék maximum. Amikor körbejártam a lakást, ez egy 4 emeletes panellakás egyébként, vagy panelház egyébként, amikor körbejártam a földszintet, akkor még nem tudtam, hogy melyik lakásról van szó, azt láttam, hogy mindegyik lakásnak a homlokzatán parapet konvektoros kiállások vannak, ami nagyon jót jelent, mert akkor egy úgynevezett mikakazánnal lehet korszerűsíteni a fűtést, illetve használni melegvizet, abban az esetben, hogyha, tehát ekkor nem kell, nem érdekes, hogy van egy gyűjtőkémény, vagy a saját kémény, vagy egyebek. Egyetlen egy földszinti lakásnál láttam az összes parapet konvektoros nyílást befalazni, kitalálhatjátok, hogy pont erről a lakásról volt szó. Bementünk a lakásba, és hála jó égnek azt láttam, hogy már be van rakva egy mikakazán a konyhába, szénacélcsővel ki van építve egy radiátoros fűtési rendszerünk, úgyhogy a fűtési rendszert azt teljesen jól modernizálták, gázórát tavaly cserélték, 1500 köbméter fogyasztás egy szezon alatt, tehát az idei szezonban, úgyhogy abszolút rezsihatár alatt marad. Bár megjegyzem, hogy ez azért egy 60 négyzetméteres panellakásban, azért ez nagyon soknak számít. A használati melegvízünket viszont egy fali gázos vízmelegítő biztosította, ami bele volt kötve a gyűjtőkéménybe. Nem értettem igazából a logikáját, mert ilyen esetben, amikor mikakazánnal van korszerűsítve egy fűtés, akkor a mikakazánra rá lehet rakni indirekt tárolót, illetve a mikakazánból létezik olyan, ami beépített tárolós, ami egyben megoldotta volna akkor a használati melegvíznek a készítését, nem lenne két külön készülékünk. Ami nagyon nagy érdekesség volt, nem is érdekesség, inkább szintén szemet szúrt, hogy azt írták a válaszban, hogy van a lakás alatt pincetároló természetesen, és hogy a lakásban lévő ajzat az úgy néz ki, úgy hőszigetelték, hogy meglévő padlószőnyeg, rárakták a laminát parkettának a vastagabbik szigetelő alátétjét, és úgy a laminát parkettát, és így hozták szintbe gyakorlatilag lakáson belül a szinteket. Ez nálam egy nagyon-nagyon nagy vészjelzést indított be, ugyanis jó pár házban jártam már az elmúlt években, ahol padlószőnyegre rálaminát parkettáztak, gyakorlatilag minden esetben berohadt alatta a szőnyegpadló, és nagyon komoly nedvességtartalmakat lehetett mérni, pláne akkor, ha alá is volt pincézve, ami jelen esetben egy fűtetlen
hőszigeteletlen pincefödémet jelent. Társasházról beszélünk, panelházról. És láss csodát, a lakásban mindenhol, ahol laminált parketta van, 70% fölötti nedvességtartalmakat mértem, ami konkrétan azt jelenti, hogy nem is az, hogy tocsog a vízben a szőnyegpadló, de be van rohadva alatta. Megjegyzésként még szerepelt, hogy a laminált parketta teljesen épp, nem mozog, nem igényel semmiféle utógondozást. Na most ez nem igaz, ugyanis én, ahogy lépkedtem a 70 kilommal, éreztem azokat a mozgásokat, amik számomra egyébként is kérdőjelessé tették volna, hogy mi a franc van a parketta alatt, hiszen egy laminált parketta a szilárd ajzaton nem csinál ilyet. Nem, mindig leszoktam írni, vagy el szoktam mondani, hogy húppog a laminált parketta, mert nem kiegyenlített ajzatra rakták le, és ezáltal igazából mozog meg húppog. Itt nem húppogott, hanem így a érezhető volt, ahogy a padlószőnyegbe süllyed bele a lépések által. És mondom, ezzel az a probléma, hogy ha alatta be van rohadva a szőnyegpadló és penészedik, már pedig a laminált parkett egy teljes párazáró felületet alkot, akkor a széleken szúszogja föl a penéspórákat és a penészt a parketta. Úgyhogy ez nagyon nem gyerekjáték. Pláne úgy, hogy egy idős házaspárról beszélünk, ahol meg komolyabb egészségügyi kockázatok is lehetnek ezáltal. A villanyhálózatunk az felújított. Egyszer 25 amperünk van csak. A jelenlegi tulajdonos nem igazán használ semmiféle tűzhelyet, egy ilyen melegítő platnia van, meg egy mikrohullás sütője. Rokon lelkek vagyunk. Ezt szoktam mondani, főleg tervezéseknél, hogyha rajta múlik, akkor egy konyha egy hűtőből, egy airfryerből, meg egy mikrohullámsütőből áll, ja, meg egy mosogatógépből. Itt is gyakorlatilag ez volt. Viszont nincsen mosogatógépünk, nincsen tűzhelyünk, és ami még fontosabb, hogy nincsen helyünk rá. Annyira pici a konyha, gyakorlatilag ez a főzőfülke jelleg, és ennek az ablaka alá rakták be a mikakazánt, tehát még be sem lehet fordulni a konyhabútorral, hogy egyszerűen nincsen helye a mostani mosogató mellett egy tűzhelynek, meg egy mosogatógépnek, meg még egy fiókos szekrénynek. Egyáltalán nem férnek el ezek a dolgok egymás mellett. De ez már csak felhasználói kérdés, tehát én ellennék vele. Értelemszerűen az idős házaspárnak ez így nem oké. Okay. Ahogy említettem, a villanyhálózatunkat felújították. Én körbe mentem egy műszerrel, ránéztem a konnektorokra, és az egyik szobában azt láttam, hogy se földelés, se érintésvédelem nincs a konnektoroknál. És kiderült a végén, az idős házaspár férfi tagja mondta, hogy igen, felújította a lakásban a villanyhálózat, kivéve azt a falszakaszt, ahol nem találtam földelést és érintésvédelmet a konnektoroknál, ugyanis abban a szobában valami ok folytán nem csinálták meg. Na most ez a valami ok folytán, ez általában amiatt van, mert vakolható szalagkábelt van régi a falban, és nem akartak vésni, nem akartak koszolni, úgy hagyták. Úgyhogy az egyik szobában igazából nem igazán baráti az elektromos hálózatnak a hozzáállása az emberi élethez. Nyilázárok, azok műanyagok, redőnyel ellátottak, kicserélték, oké, okay, némelyiknek a beépítése hőhidas, de az annyira nem probléma. Viszont a lakás fölött, a szobánál, van a nagyobbik szobánál, amit nevezhetünk nappalinak, van egy lodzsa a fölöttünk lévő lakásnál, ami borzasztó a hőhidas. Úgy, hogy most kint 13 fok van, tehát nem is ideálisak a hőmérsékleti viszonyok a hőkamerázáshoz, így is bőve lehetett látni a lodzsának a hőhidasságát. Az a legnagyobb baj ezzel a lakással, hogy ezt úgy szerették volna megvásárolni a vevők, hogy gyakorlatilag csak be kell költözni. Bútorokat, maximum konyhát átvariálni, de csak be kell költözni. Ehhez képest ott tartunk, hogy mindenképpen fel kell szedni a laminát parkettát, az alátétet, az alatta lévő szőnyegpadlót,
az egészet úgy, ahogy van, fölkaparni, és utána lehet visszaépíteni egy rétegrendet. A ragasztott kerámiás helyiségekben, tehát közlekedőben, vizesblokkban, konyhában, ott a régi burkolatra simán rárakták, ráragasztották a mostani burkolatot, ezáltal a régi ajtóknál, beltéri ajtóknál eltűnt a küszöb, ami alapvetően nem is probléma, csak ha kiszedjük a laminált parkett, tehát az alátét réteget, a szőnyeg padlót meg egyebeket, akkor ott már szintkülönbség lesz negatív irányba a laminált parkettás részek felé, és nem is ez a legnagyobb probléma, hanem az, hogy alatta egy födénpallós födémünk van, ami alatt ott a fűtetlen pince. Tele van az egész födém gépészeti vezetékekkel, lefolyókkal, vízcsövekkel, minden egyébbel, tehát fizikálisan is szinte lehetetlen lenne hőszigetelni a födémet alulról, de a fő probléma az az, hogy legtöbb esetben a társasház egyszerűen ehhez nem fogja a költséget hozzárendelni, magyarul nem engedi meg saját közös költségen a hőszigetelést, ha egyáltalán lehetséges lenne. Most innentől kezdve képzeljétek el, hogy mennyire hideg tud lenni ez a padló, ha fel lenne rendesen újítva, egyszerűen nem fér el rendes hőszigetelés. Sok helyen találkozom azzal a baromsággal, hogy leraknak 2 centi XPS-t és arra laminált parkettát, nem lesz jó. Ki fog mozogni, ki fog húpogni, meg szét fog csúszni a parketta, ugyanis a laminált parkettának kell egy teherelosztó réteg alatta. Ezt úgy lehetne felújítani, ha már a lehetőségekről beszélünk, hogy egy 5 centi XPS-t rakunk be alulra, arra rakunk Rigipsnek vagy a Knaufnak egy 2x10 mm száraz padlóját, és arra mehetne rá a laminált parketta, viszont ebben az esetben arról beszélünk, hogy 8 centi lenne a rétegrendünk, ami értelemszerűen minden belső ajtónál vágással jelentkezik, és ami főleg mi idős házaspárról beszélünk, probléma az is, hogy lenne egy 5 centis szintkülönbség a mostani ragasztott kerámia burkolat és a laminált parkettás helyiségek között, ami meg azért jelentősen botlás veszélyes. És megint arról beszéltünk, hogy ezt felújítottként hirdetik ezt a panellakást, miközben gyakorlatilag szétvernénk és jelentős összegeket költenénk rá, hogy a padlón ne legyen hideg. Szoktam azt visszaírni ilyen lakásszemléknél, amikor átküldik a hirdetést és távszemlére kérnek fel, egyrésztről, hogy mikre kell figyelni, tehát ezeket kérdezgessék meg, másrésztről pedig, hogy ha egy közbenső panellakásról van szó, ott igazából nem nagyon érdemes engem kihívni, mert adottak a feltételek, pláne akkor egyébként, ha távfűtésesről van szó, akkor meg pláne egyedi fűtésesnél azért a fűtés egy elég nagy buktató tud lenni. Itt még annyit írt a közös képviselő egyébként, hogy klímák elhelyezhetők a homlokzaton, nincsen megtiltva a szabályozásban. De ennél, tehát egy földszinti lakásnál és egy legfelső szinti lakásnál szoktam azt mondani, hogy hívjanak ki, mert a szakmai tudásanyagom és a mérőműszereim azok nagyon sokat megmutatnak abból, hogy várható-e penészedés, milyen hőkomfort várható, mert zömében azért a padlásfödémeket, lapos tetőket sem igazán szeretik agyon szigetelni a társasházak, és ott is nagyon sok esetben tud probléma lenni ebből. Úgyhogy tanulságos volt számomra is ez a panellakásnak a szemléje, hogy igazolódnak azok a felhalmozott, sok-sok év alatt felhalmozott tapasztalati adatok, amiket nem lehet megtanulni sehol. Tehát hiába jártatjuk a pofánkat, hogy szőnyegpadlóra nem rakunk rá laminált parkettát, mert berohad alá a szőnyegpadló, ezt nagyon sokan legyintenek és nem hiszik el, mert másnál nem így volt. Nekem vannak olyan házaim, amit megvetettem, de felhívtam a figyelmet, hogy gyerekek, ez alatt rohadtul áll a víz a laminált parkett alatt, szinte biztos, hogy szőnyegpadló van. És utólag, amikor megvették, elkezdődött a felújítás, és akkor kaptam róla a fotókat, hogy igen basszus, ott van alatta a szarrá rohadt szőnyegpadló.
Van egy olyan háznézésem most, ahol a megrendelőm kihívott, átnéztem a házat, nagyon bele voltak szerelve a házba, nagyon sok problémát találtam vele, értelmesen leírtam az állapotfelmérési jegyzőkönyvbe, hogy mik azok, amikre következtetek a mérések alapján, most az, hogy rétegrendi vastagságok és egyebek alapján. Most ő elkezdett ezek alapján szépen googlizgatni, és egyrésztről elszeveszett baromságok jöttek ki, hibajavítás címén is, hogy miket lehet vele csinálni, és megkérdőjelezte azokat a méréseket, következtetéseket, amiket leírtam. Ha bizonytalan vagyok valamiben, akkor ott szerepel a leírásban, hogy valószínűleg, mert értelemszerűen én roncsolásos feltárást nem végzek. És nem az, hogy én mindenható vagyok és mindig igazam van, csak iszonyatos mennyiségű házat nézek meg. Tehát évente több mint 500 ingatlan nézésében veszek részt, nem beszélve arról, amiknek felújítási terveit csinálom, vagy új házakat tervezek, bővítéseket tervezek, egyebek. Nagyon-nagyon sok tapasztalatom van abban, hogy amit a műszer mutat, az mire utal. Lehet ebben hinni, meg nem hinni, de nekem a több ezer ingatlan szemléje után én lemerem írni ezeket, hogy mi, miért, miből következően szar. Én értem, hogy valaki beleszeret az épületbe, és unja a keresgélést, és már végére akar jutni az egészbe, akkor is legyen tudatában annak, hogy miért vesz szart. Sziasztok!